Az történetnek ugye az egyik legizgalmasabb fejezete, lépünk ugye most már a teremtésen túl, a bűnbeesés, vagyis az, amikor az ember Isten ellen fordult. <kül> a teremtés történet így írja le Isten tiltását képletesen, ugye, képes elbeszélésről van szó továbbra is. A kert minden fájáról lehetsz, de a jó és rossz tudás fájáról ne egyél, mert amely napon eszel róla, meghalsz. Nos, a művészetben ugye nagyon gyakran szokásos almafaként ábrázolni ezt a bizonyos fát. Térjünk ki arra és röviden mondjuk, hogy mit gondoljunk erről, mennyire képes mondjuk ez a leírás. De van ezzel kapcsolatban még egy dolog, amit az illető, akiről beszéltem az előbb fiatal ember föltett, és, soka, és izgatja őt, nevezetesen, hogy mit mond az egyház vagy a teológia arról, hogy ha nem estünk volna bűnbe, akkor testi értelemben is örök életűek lennénk mi? Hiszen a Bibliában azt olvasjuk, hogy Isten azért tűzte ki az első emberpárta az Édenből, hogy nehogy a másik tiltott fa az életfájának a gyümölcséből is esik, egyék. Induljunk akkor az alma fának a képével. A Biblia soha nem mondja, hogy ez almafa lett volna, ha a közelkeleti ember elképzeli a bűnbeesést, akkor inkább fügefára gondol. A legalapvetőbb, legegyszerűbb gyümölcs, ami ott sok felé előfordul ez a füge. Tehát ha zsidó ábrázolást látunk, a, a bűnbeesésről akkor soha nem alma szerepel, hanem fügefa. Ez nyilván európai találmány, ahol ezt e, almaként ábrázolják. A Biblia egyébként nagyon bölcsen nem egy gyümölcsfáról beszél, hanem a jó és a rossz tudás fájáról, Tehát nagyon világosan jelzi, hogy ez egy jelkép, illetőleg azt akarja kifejezni a, a fáról való szakítás, hogy én tudom, mi a jó és mi a rossz. Ne az Isten mondja meg nekem, majd én eldöntöm. Én jobban tudom, hogy nekem mi a jó, és e, hogyan leszek boldog. Minden bűnnek ez a lényege, hogy az ember azt gondolja, hogy majd ő jobban tudja, ő szabad lesz, lerázza magáról. Az isteni rendnek, a által úgy gond bilincsnek átélt szabályait, és elindul a maga feje szerint, úgy gondolja, hogy ő jobban tudja, hogy neki mi a jó és mi a rossz. A kérdés második felére áttérve, hogy vajon a testi halál ténylegesen az ember bűnének a következménye-e? Úgy gondolom, hogy nagyon világosan kell azt látni, hogy már az első ember bűne előtt, vagyis mielőtt az ős ember mondjuk megjelent volna a történelemben, teljesen nyilvánvalóan a világban volt rossz. Voltak vulkánkitörések, természeti katasztrófák, voltak betegségek, a őslénytan kutatók találnak például. Olyan dinoszaurus csontokat, amik elrákosodtak, tehát teljesen világosan jelen volt a testi betegség a, az élővilágban, és hát abszolút világosan jelen volt a halál is. Az evolúció, az élőknek a, a fejlődése el sem képzelhető másként. Ez, ez úgy van kitalálva az életnek a, a kibontakozás, hogy egyre tökéletesebb gének. Maradnak meg a küzdelemben, a jobb gének azok, amik túlélnek, és ilyen módon tudott fejlődni az élővilág. Tehát a halál, mint egy bele van kódolva, egyik generáció a másik után jön, és egy kicsit nemesebb és tökéletesebb módon tud a környezethez alkalmazkodni. Vagyis valószínűleg szembe kell néznünk azzal a tényjel, hogy testi halál volt. Az első bűn előtt is. A mai teológia erre a problémára olyan módon válaszol, hogy azt mondja, hogy van különbség erkölcsi rossz és fizikai rossz között. Elnézést kérek. És a, az erkölcsi rossz az, ami valóban a bűnből fakad, vagyis valóban az ember döntéseinek az eredménye. Ilyen például a háború a gyűlölet, a vállások, a... és nagyon sok olyan e, rossz dolog is, amit nem annyira gondolunk a bűnkövetkezmények, mint például a bűnkövetkezményének, mint például az éhínség. Afrikában például hatalmas szenvedés az osztály része rengeteg embernek az éhezés, szegénység és sok minden ilyesmi miatt. Első látásra azt gondolhatnánk, hogy ez egy ilyen természeti csapás. Valójában a, az éhinségnek az oka sok esetben az ember lelketlensége és pénz sóvársága. Afrikában mind a mai napig azt, ami igazán értékes ásványkincseket, erdőket, stb. az kőkeményen nyugati cégek tartanak kézben. Afrikát állam gyarmatosították, rengeteg rabszolgát elhurcoltak, országhatárokat teljesen önkényesen meg, Tehát egyáltalán nem egy ilyen természeti katasztrófaként hullott rájuk a, a szegénység és a nyomor, hanem rengeteg emberi bűnnek az eredménye. Vagyis nagyon sok olyan rossz dolog van a világban, ami első látásra úgy tűnhet, mintha ilyen természeti csapás lenne, valójában az ember bűnének az eredménye. Azonban van nagyon sok olyan rossz dolog, amit ténylegesen nem az ember erkölcsi döntése miatt jött létre, és hát ilyenek a természeti katasztrófák, a betegség és a halál, amelyek voltak az ember bűne előtt is. Ezeknek az oka egészen egyszerűen az, hogy az anyag romlandó. Ez a világ ez nem örökké való, nem is erre a célra teremtette az Isten. A világnak és a földi életnek a célja az, hogy megtanuljunk szeretni. Ez egy hosszú út, amin keresztül az ember önmagát kezébe veszi, megtanul szabadon, felelősen dönteni, egyéniséggé válik. A saját döntéseink által alkotjuk meg egy kicsit önmagunkat, és lassanként megtanuljuk önmagunkat odaadni, vagyis szeretni. Az életünk folyamán eleinte darabokban adunk időt, energiát, részeket az életünkből, és az életünk végén, a halálban pedig végérvényesen az egész önmagunkat odaadjuk a Teremtő kezébe. A hitnek és a szeretetnek ez a legnagyobb tette. Ez, ez az emberi életnek a célja. Tehát a földi világ az nem végcél, és az anyag, ami alkotja ezt a földi világot, nem örökké való, hanem romlandó, Darabokból áll, darabokból van összetéve, és, és szét is esik. Az atomok sem örökké valóak, és az elemi részecskék sem. Tehát fizikai rossz, és én értemben halál lett volna a bűn nélkül is. Azonban a bűn a meghalást valóban megsebeszte, átalakította. Vagyis van a halálban valami, ami ténylegesen a bűnnek a következménye. Ha bűn nem lett volna, ha bűn nem lenne, akkor a halál egy nagyon természetes átmenet lenne ebből a, a véges világból az Isten öröklétébe. Ahogyan néha a, a hívő ember azért ezt megtapasztalja, hogy a halál alapvetően egy békés átmenet, egy második születés, fájdalmas, mint ahogyan az első születés is fájdalmas. Egy, egy keskeny folyosón megy át az ember a halálban, és egy, egy fájdalmas ö, úton megy végig valaki, de bizalommal megy át, mert tudja, hogy az Isten fényesség az ő keze várja országvilág előtt egyébként az elmúlt néhány évben talán erre a leges legszebb példa volt második János Pál pápának a halála, akinek az utolsó heteit, napjait tényleg a média világszerte közvetített, és láttuk ezt a, azt a halált, amelyik számomra legalábbis úgy jött át a médiákon, hogy az a boldog halál, hogy megtérek az atyámhoz, az én teremtőmhöz. a halál, hogyha szépen éli meg az ember, akkor és... Nekem nagyon szép élményem Szentföldön, Kiszalézi kolostorban laktam, és ott is volt egy idős testvér, aki abban az időben halt, meg volt ö, nagyon idős ember, aztán nagyon beteg, és a végén a, a haldoklását is ö, ott követhettük. És azt éltem át, hogy olyan különleges mennyei béke volt a kolostorban. Ahogy egyrészt mindenki oda mehetett az ágyához, elbúcsúzott, ő még annyira magánál volt, hogy mosolyogni, bicenteni tudott. És amikor meghalt, akkor is ugyanezt éreztem, hogy hogy valaki átment a, a mennyei világba. Volt tegnap egy szentmisénk a, a budapesti cigány testvérek számára, és ott a, egyik cigány fiatalember tanúságot tett arról, hogy nagyon beteg volt, intenzív osztályra került, és egy-két napig élet halál között volt, és aztán bejött hozzá egy atya szentkenetet is megkapta, imádkoztak érte. Minden esetre azt mondta, hogy eljutott egy pontig, a millió cső ki belőle, semmi jelet már nem tudott magáról adni, és átélt egy, egy fantasztikus békességet. És magában kimondta, hogy Uram, ha vinni akarsz, vigyél. Rád bízom a, a gyerekeimet, három gyereke volt feleséges, a többi. És azt mondta, hogy ehhez hasonló boldogságot nem élt át se, se addig, se azóta. És aztán az Úristen megmentette őt, tehát fölépült, és azt mondta, hogy azóta ő a haláltól nem fél. Tudja, hogy a, ott az Úristen várja őt. Tehát a halál önmagában egy átmenet a, az örök létbe, ha az embert viszont megsebzi a bűn, akkor egyrészt már nem tud ilyen biztosan hinni az örök életben, tehát bizonytalanabb fél, és emiatt elkezd görcsösen kapaszkodni az életbe, abba, ami a, a keze ügyében van, a múló világba, és, és sokkal nehezebben hal meg, nehezen engedi el és gyötrelmesnek éli meg a halálát. És ez a haláltusa, tehát a halálnak ez a módja, ez valóban a bűn következménye. Tehát én értelemben igaz az, amit a Biblia sokszor megfogalmaz, hogy a bűn következménye a halál. Nem fizikai értelemben, hanem a halálnak ez a bűntől megsebzett kínos haláltusa volt. Az első ember, emberpár elkövette az első bűnt, Isten ellen fordult, és utána a Teremtés könyvében ezután egy, egy vizuális fantáziánkat nagyon megragadó jelenet következik. Talán mondhatnám így, hogy a, a, világ első bírósági tárgyalása. Mielőtt az úrangyala kiűzte az édenből az embert, az úr így szólt ugye a kígyóhoz, mivel ezt tetted, átkozott leszel minden állat és a mező minden vadja között. Hasadon csúszol és a föld porát eszed életed minden napján ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja a fejedet, te meg a sarkát veszed célba. Az Úristen ezután az asszonyhoz pedig így szólt, megsokasítom terhességet kínjait, fájdalmak közepette szülött gyermekeidet. Vályakozni fogsz férjed után, ő azonban uralkodni fog rajtad. Nos, azért idéztem szó szerint ezt a néhány mondatot, mert ezt a szakaszt a teológiában gyakran nevezik ős evangéliumnak. Na most hadd legyek egy kicsit provokatív, hogyha az evangélium szó örömhírt jelent, akkor ez a fenyegető jövendülés szerintem nem igazán fedi a szó jelentés. Hát Mit is jelent tehát ebben az esetben az az ős evangélium megjelölés? A bűnbes és történetnek a végén halljuk ezeket a büntetéseket, ahol a, a kígyó az asszony és utána az ember is ö, megkapja a maga ö, büntetését az úristentől. És hát ennek a keretében hallunk arról, hogy a, a kígyó küzdeni fog az asszony ellen, illetőleg az asszony ivadékai ellen. A kígyó az, aki rászette az asszonyt, és ilyen módon vonatkozik most a büntetés is arra, ahogyan küzdeni fog az asszonyjal. Azonban ebben a küzdelemben a Biblia megfogalmazza azt a reményt, hogy végül is az asszony ivadéka győzni fog. Az asszony eltapossa, illetőleg az asszony ivadéka eltapossa majd a sátánnak a fejét. Nyilván ott van a, a kép mögött egész egyszerűen az a küzdelem is, ahogy a, az emberek féltek a kígyóktól, és próbálták, ha, ha csak lehet, eltaposni a fejüket. Tehát ott van ez ősi küzdelem az alattomosan támadó gonoszszal szemben, de ebben a képben megfogalmazza a Biblia a sátán és az ember közötti harcot. És megjelenik az az ígéret, hogy majd lesz egy új asszony, egy új éva, akinek lesz egy új gyermeke, az asszony ivadéka, aki majd széttapossa a gonosznak a fejét. Nem véletlen, hogy a, a jelenések könyvében azt olvassuk, hogy az égen egy nagy jel tűnt föl, egy asszony, aki a sárkányal áll szemben a, a, az ős kígyóval, és aztán fiúgyermeket szül aki legyőzi ezt a kígyót. És hát nem véletlen, hogy Jézus a szűzanyát így nevezi: hogy asszony. Íme a te fiad. Tehát Mária az új asszony, aki igent mond az Istennek, befogadja őt, és ezáltal a gonosznak a hatalmát a történelemben megtöri. Az evangéliumnak tehát a, az alapvető ígérete, örömhíre az, hogy, hogy lesz egy győzelem, amit majd a az emberiségnek a legtökéletesebb sarja a messiáshoz el, de megemlíti a messiás édesanyját is, mint aki ezt lehetővé teszi. Éva a sátánnak mond igent, és ezáltal lesz ő a, a bűnös, az elbukó, a szenvedő emberiségnek az anyja, Mária pedig az Úristennek mond igent, és ilyen módon győz. Nagyon szépen fogalmazza ezt meg a középkori himnusz költő, aki magyarra ugye át lehet ültetni az ővel sorát, hogy az Éva nevét Ávére fordította. Szűzanya Mária. Evezünk még mélyebbre akkor így az ős bűnbe, bocsánat a kifejezésért, a képletes kifejezésért. Ezt a bűnt ugye más néven eredeti bűnnek szoktuk nevezni, és ebből származik az áteredő bűnnek nevezett teológiai szakkifejezés, amely szerint az első embernek, mint az emberiség képviselőjének a bűne, mint kegyelem nélkül bűnös állapot minden emberre átszáll. De mire is alapozzuk ezt a tanítást? És azért is kérdezem ezt, mert sokak számára esetleg ez a kollektív bűnösségnek a kérdését is felveti, vagyis egy nép, vagy egy társadalmi csoport, vagy közösség egyetemleges felelősségre vonását, mondjuk azon a jogcímen, hogy a közösség egyes tagjai valamilyen rossz cselekedetet, elítélendő cselekedetet hajtottak végre. De hogyha megnézzük a mai polgári jogi büntető elméleteket, hát ezek tulajdonképpen a már mind tagadják a kollektív bűnösségnek a jogosságát. Első hallásra valóban az áteredő bűnnek a tana logikátlannak tűnik, igazságtalannak. Nagyon vigyáznia kell talán a hitoktatónak is, amikor erről tanít, ha egy kisgyerek ezt hallja, hogy valaha az első emberpár szakított egy fáról, és emiatt kell mindenkinek meghalni. Ez egy borzalmas kép, ami a, a fejében előtetődik, és nyilván azt mondja az Úristen igazságtalan, teljesen a aránytalan a büntetés. Nem is az bünteti, aki vétkezett, hanem a, az utódait is. Látszólag tehát egy kicsit logikátlan tanítása ez a kereszténységnek. Más oldalról Viszont egy nagyon mély tapasztalata az embernek az, hogy az ember egy megsebzett lény. Tehát a bűn ott van a történelemben és az egyéni ember életében is. Az akaratunk rosszra hajlik, az értelmünk is elhomályosult. Ezt újra és újra megtapasztalja az ember. Gyönyörűen fogalmazza ezt meg Szent Pálapostól a rómaiakhoz írt levelében. Azt mondja, magam sem értem, hogy mit teszek, mert nem azt teszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. És aztán kicsit később így folytatja. Tudom ugyanis, hogy a jó nem lakik bennem, azaz a testemben. Mert megvan bennem az akarat a jóra, de a jót megtenni nem tudom. Hisz nem, azt teszem, nem teszem a jót, amelyet akarok, hanem azt teszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, már nem én teszem azt, hanem a bűn, amely bennem lakik. És a végén fölkiált, ó, én szerencsétlen ember, kiszabadít meg e halálra szánt testtől. Isten kegyelme, Jézus Krisztus a mi úrunk által. Pál gyönyörűen leírja ezt, hogy az emberben van valami sebzettség. A, az áteredő bűn az pontosan ezt jelenti, azt jelenti, hogy a, az első emberek által elkövetett rossz, az valamilyen módon a világban jelen van. Ahhoz hasonló ez, mint a szennyezett levegő. Mások szennyezték be, de mindenki, aki megszületik, ebbe a, a kicsit megsebzett világba születik, és ezt a levegőt szívja. A, az a világ, amiben élünk, a szavak, amiket használunk, az emberek tekintete, a családoknak a, a békétlensége ettől a bűntől egy kicsikét megsebzett. Ha valaki végig gondolja mondjuk egy-egy családnak a történetét, hogy mennyi sérülés van, amit nagyszülők, détszülők elkövettek, és és néha egy-két nemzedéken át megsebzi és, és mérgezi annak a családnak az életét. Egy híres e, pszichológus Jung mondta azt, hogy semmi nem hat jobban egy gyermekre, mint a szülei be nem teljesült élete. Egy gyerek összönesen érzi azt, hogy mik azok a pontok, ahol a, a szülei, az ő édesanyja is mondjuk kudarcot vallott szenved, és hatalmas erővel ezek a sérülések, fájdalmak a gyerekbe átültetődnek. Tehát amit a Biblia megfogalmaz, az egy nagyon mély tapasztalata az embernek, vagyis hogy van bennünk egy sebzettség, van a világban egy sebzettség, amely minden embernek része. Az ember... Társas lény és történelmi lény, tehát az emberi természetünket, az emberségünket másokon keresztül kapjuk. Nincsen más csatorna, és ez a csatorna, ez kicsit meghibásodott. Tehát az emberi természetünkben van egy ilyen sebzettség. Ugyanakkor ezt a bűnt nem tartjuk pontosan olyannak, mint a személyes bűnök. Ezért a bűnért, tehát az áteredő bűnért az ember nem felelős. Ezt nem mi követtük el, ezt mások követték el. Éppen ezért az egyház teljes határozottsággal elítéli azt a véleményt, hogy pusztán az áteredő bűn miatt bárki is mondjuk elkárhozna. Tehát például a csecsemők, akik nincsenek megkeresztelve, és így halnak meg, vagyis van áteredő bűnük, vagy ettől megsebzett módon jönnek a világra, de személyes bűnük nincs ők nyilvánvalóan nem a kározatra kerülnek, hanem az üdvösségre, mert soha semmi személyes bűnt nem követtek el. Annak ennél, hogy Szent Ágostonnak erről más véleménye volt, meg néha a középkorban is voltak ellentétes vélemények. De akkor szögezzük le, hogy ebben az értelemben, és akkor visszatérek a, a kérdésemnek a, 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 a lényegére, hogy ebben az értelemben akkor nem kollektív bűnösség, egyértelműen nem kollektív bűnösséget jelent ez, hiszen a büntetés, a felelősségre vonás, az hiányzik pontosan ebből az igen. áteredő bűnnek a következményeiből. És ezért egy kicsit félreérthető is, hogy bűnnek nevezzük. Sok teológus javasolja is, hogy ne áteredő bűnnek nevezzük, ez egy sebzettség, a bűn következménye, ami öröklődik, de valóban nem olyan, mint a többi bűn, és ilyen értemben nincs kollektív felelősség az egyháznak ebben a teológiai tanításában. Az első ember azonban nem így kapta az emberi természetét, tehát ő előtte még nem volt egy emberi előtörténet. És éppen ezért az ő helyzete egy kicsikét különleges. Erkölcsi értelemben az első ember abszolút tisztalappal indult, és ezért van különleges súlya az ő első döntéseinek, amik sajnos ezt a bűnlavinát elindították. Tehát emiatt ö, van az első bűnnek egy sajátosan fontos szerepe, is, ettől kezdve aztán a bűn története, ez a sebzettség az egész emberiséget jellemzi és megpecsételi.